Már nagyjából egy órával a verseny előtt gyülekezett a tömeg a Kossuth híd lábánál, az evezős csónakház stégénél. A napsütéses időben sokan voltak kíváncsiak a különleges miniregattára, amelyen a győri egyetemisták női és férfi evezős nyolcasa az Oxfordi Egyetem Baylor College által kiállított egységeivel mérte össze tudását. Mint evezős klubnak egy nagyon jó figyelemfelkeltő esemény, hiszen közel 1000 ember jött el, ez nagyon jó nekünk, ez nem szokott ilyen előfordulni. Az, hogy a jövőben hogy lesz tovább, mi szeretnénk, mi már azt mondtuk tegnap este a vacsoránál, hogy mi jövőre is szívesen látjuk őket, ők azt mondták, szívesen jönnek. A Széchenyi Egyetem és az Oxfordiak között évekre nyúlik vissza a jó kapcsolat kezdete. A britek most Győrben edzőtáboroztak, ezt az egy hetet zárták le a hazaiak elleni versenyekkel. A női futamot a fiatalabb evezősökből álló hazai egység nyerte. Nem sokat agyaltunk rajta szerintem, hogy most hogy lesz. Nyilván tudtuk, hogy fiatalabbak vagyunk, de azt is tudtuk, hogy nem ő Oxford áltsége. De azért jól mentek, meg kemény futam volt, de annyit nem, tényleg nem agyaltunk rajta. Tudtuk, hogy jók vagyunk 8-asban. Most így, hogy ennyien vannak itt, ez nagyon szokatlan, de jó érzés, mert halljuk, hogy szurkolnak, és tényleg így van élet a klubban. Velük is edzéseken találkoztunk, de úgy különböző kontaktban nem kerültünk velük, csak annyi, hogy láttuk őket, hogy eveznek. Hogy beszélgetni nagyon nem, de persze sok szerencsét kívántunk, ahogy ez szokás, és ennyi. A két ősi angol egyetemi város diákjai évente versenyeznek a Temzén. Az Oxford-Cambridge evezős regatta az egyik legpatinásabb és legnépszerűbb sportesemény Nagy-Britanniában. A legutóbbi versenyt 100 000 szurkolták végig a helyszínen. A győri viadal rövidebb is volt, kevesebben is látták, de hagyomány lehet belőle. Az elsőt a fiúknál is a széchenyisek nyerték. Az elejétől kezdve jó ritmust tudtunk megevezni. A táv annyira nem volt szokatlan, mivel a felkészülésünk során sokszor szoktunk résztávokat evezni, így ez a közel 1000 méter se volt annyira idegen nekünk. Az időjárás az nem volt annyira fényes, mivel elég nagy szél volt. Az előtte lévő futamban a motorcsónak azért a hullámokat elég jól felkorbácsolták, de egyébként azt mondom, hogy egy kellemes, jól levezhető verseny volt. Az oxfordiak jól érezték magukat Győrben, és könnyen elképzelhető, hogy jönnek még ide edzőtáborozni, akkor pedig verseny is lesz újra.